Azt még nem érintettük azt a témát, mert itt most nagyon kompletten folyamatokról, hatásokról beszélgetünk, de hogy milyen léptékben és sebességben haladunk a változások felé, illetve kérlek átlagembernek magyarázd el, hogy mi az a szeneka görbe, mert ugye ezt is többször olvashatjuk, hallhatjuk tőled, de egy átlagember mit értsen a szeneka görbe alatt? Akkor most is eldurrantom a kedvenc példámat, ami talán érzékelhetően támasztja alá ezt. Aki már máskor máshol hallotta, köszönöm a türelmét. 1944-ben az Alaszka melletti Szent Máté szigeten az Egyesült Államok haditengerészet egy hosszú távú lehallgató állomást hozott létre, és a katonák ellátása céljából betelepített oda 29 óra brénszarvast is, hogyha nem jön meg az ellátmány, ledörrentenek egyet-kettőt. Erre végül nem került sor, mert ugye 44 végén járunk, néhány hónappal később véget ért a II. Világháború, katonák összecsomiztak, hazamentek, rénszarvasokat nem hajkurázták, ők ott maradtak. 13 évvel később tértek vissza a tudósok, hogy megvizsgálják, mi történt ott az állatokkal. Na most a helyzet az, hogy ez egy körülbelül fél budapestnyi sziget, tehát egy apró szigetecske, semmilyen más nagy gerinces, nemhogy ragadozó, de növényevő sem élt ott, viszont volt rengeteg fű, meg rénszarvas kedvence, zuzma. Hát 13 évvel később, amit találtak a tudósok, azon meg is lepődtek, mert hát a rénszarvasok nagyon jól érezték magukat, szépek voltak, jó, húsosak voltak, és 1350-en voltak. Mindössze 13 évvel később. 29-ről 1350-re nőtt a számuk. Hát, a jólét. Pontosan. Az, amit az előbb mondtam, ugye az a három pont, nem volt ragadozó, viszont volt bőven erőforrás, tehát élelem. Vagyis első és legfontosabb létfenntartás, ezt gyorsan kivipálták, kezdhettek is a második legfontosabbnak, a faj fenntartást. Összeszámolták őket, hazamentek. 9 évvel később tértek vissza, 1966-ban. Na most aztán tényleg meglepődtek, mert az előzőhöz képest elég viharverten néztek ki a rénszarvasok, tele voltak sebesülésekkel, nagyon soványak voltak és borzasztó stresszesek. 6000-en voltak a szigeten. Mindössze 22 évvel később, 29-ről 6000-re nőtt a számuk. Összeszámolták őket, hazamentek. Legközelebb, egy bő másfél évvel később, 1968-ban, azt is mondod, hogy néhány hónappal később tértek vissza, és most lepődtek meg igazán, mert a szigeten összesen 42 darab rénszarvas élt, 41 tehén és egy terméketlen bika. Úgyhogy a Szent Máté sziget rénszarvasai ki is pusztultak a 80-as évekre. Ez a példa, ez tökéletesen írja le azt, amit úgy nevezünk, hogy szeneka görbe. A szeneka görbe azt érzékelteti, hogy egy komplex rendszer, egy ökoszisztéma, egy társadalom, vagy egy civilizáció, teljesen mindegy, kialakulása és felépülése az egy hosszú idő és energiaigényes folyamat. Viszont ha a komplex rendszer eléri növekedésének határait, és feléli az erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása egy viszonylag gyors és rövid folyamat. Csak hát a különbség az, hogy míg a rénszarvasok esetében a megújuló természeti erőforrások túlhasználata, a globális ipari civilizáció esetében a nem megújuló természeti erőforrások ipari léptékű kihasználása és felélése hozza el majd ugyanazt az eredményt. Bocsánat, itt nem vagy hozzászokva, szerintem, hogy szabadba vág meg, csak hogy addig nem engedlek el. De nem csak, hogy itt ez nagyon fontos, addig nem engedhetlek el. Tisztázzuk itt, hogy mi a megújuló és a nem megújuló között a különbség, mert azért igen. Hát persze a megújuló természeti erőforrások kapcsán sem állunk azért annyira jól, ugye ez az úgynevezett Earth Overshoot Day, vagyis az a nap, amikor
ahonnan kezdve túl használjuk a föld erőforrásait, ezt 1970 óta mérik, nagyjából azóta léptük túl az egyet. Ez azt jelenti, hogy a föld a megújuló természeti erőforrásokból, föld, levegő, víz, állatok, növények egy bizonyos időintervallum alatt ugye újra termeli önmagát ez a rendszer. Ez azt jelenti az Earth Overshoot Day, hogy az egy év alatt megújuló természeti erőforrásokat mennyi idő alatt használjuk fel. Ez világszinten globálisan már július vége. Tavaly Magyarország, országos szintre le van bontva, tavaly Magyarországon még június eleje volt, most már május 30-a. Tehát onnantól kezdve hitelbe fogyasztjuk a jövőt. A megújuló természeti erőforrások, amiket az előbb felsoroltam, ugye ezek egyszerűen olyan dolgok, amik egy adott időintervallum alatt, ha békén vannak hagyva, akkor újra termelődnek, megújulnak. Elmondhatjuk szabályként, hogy bármilyen olyan használat, ami többet használ ezekből, mint amennyi idő alatt, egy adott időintervallum alatt képesek megújulni, az nem fenntartható. A nem megújuló természeti erőforrások, azok az ipari civilizáció építőkövei. Ezek, tehát az előzőek, a megújulóak teszik lehetővé a fizikai, a biológiai létet ezen a Földön, nem csak a miénket, minden egyéb növényét és állatét. A nem megújuló természeti erőforrások az ipari civilizáció létét teszik lehetővé. Ezek közül ebből a szempontból 90-et tartunk számon, mint fontosat. Ebből 3 fosszilis energiaforrás, 48 fém, a többi pedig nem fém alapú ásvány. Ezek az anyagok és ezek java része vagy elérte, vagy nagyon közelében van annak a csúcsnak, amikor még annyit tudunk belőle kitermelni, amennyit onnantól kezdve fogy. És nem csak azt jelenti, hogy fogy, tehát kevesebb van, hanem mind minőségében, mind elérhetőségében drasztikusan romlik. Azaz az adott mennyiség eléréséhez sokkal többet kell befektetnünk, hogy megszerezzük azt az energiát, vagy megszerezzük azt az ásványi anyagot. És még a felívelő periódus, amíg volt bőven, csak éppen kapirgálni kellett, és jó minőségűt sokat tudtunk olcsón elérni, ez lehetővé tette, hogy komoly fejlődés történjen az emberi társadalomban, az emberi világban. Rengeteg infrastruktúrát és sok minden egyebet hoztunk létre, olyan felhasználási formák jelentek meg az anyagok szempontjából, amik előtte nem is léteztek. És ez a felívelő periódus emberi jóléthez, kialakuló és javuló emberi jóléthez vezetett, aminek az eredményeként a politikai, gazdasági, társadalmi struktúráink megerősödtek, és kialakult az a globális ipari civilizáció, amit ismerünk. Csak hát az elmúlt évtizedekben ez már nem igaz. Tehát egyre nehezebben, egyre rosszabb minőségű anyagokat tudunk megszerezni nagyon nagy költséggel. Ez azt jelenti, hogy egyre ritkábbak, egyre drágábbak, és ezért egyre nehezen elérhetőbbek lesznek a piacon, nem csak az emberek, az államok számára is. És mivel ritkulnak, ezért egyre kevésbé tudunk értéket teremteni belőlük, ez pedig azt jelenti, hogy egyre inkább csökken az emberi jólét, és a csökkenő emberi jólét egy ponton túl a rendszer destabilizációjához vezet. Egyszerűen elégedetlenek lesznek az emberek, mert megszoktak egyfajta életszínvonalat, megszokták, hogy ez van, és az annyiba kerül, és ez mindig van. És ez a destabilizáció azt jelenti, hogy egyre borulékonyabbá és törékenyebbé válnak a politikai, gazdasági, társadalmi rendszereink, és van az a pont, ahonnan ez a rendszer ebben a formában már nem tudja fenntartani magát, vagyis hanyatlásba megy át és összeomlik. A pusztán, tisztán az úgynevezett resource depletion, tehát a nyersanyagok minőség és mennyiségi csökkenéséből eredő társadalmi, gazdasági konfliktusok és a rendszer összeroppanása, az az előttünk álló évtizedekre várható. Erre mondtam, hogy ezt
egy háború, egy pandémia és az abból eredő gazdasági válság ezeket fölgyorsítja, ezeket a folyamatokat, mert emberi butta, emberi döntések eredményeképpen olyan helyzet állít elő, ami lehet, hogy egyébként csak jóval később következne be. De valószínűsíthető, itt még mindig a nyersanyagokról beszélünk, hogy az ezekből és az ezek hiányából és az ezek elérhetőségéből és árából, növekvő árából eredő konfliktusok valószínűleg a következő évtizedtől a globális ipari civilizációt legkésőbb a következő évtizedtől egy nagyon határozott lefelé menő írőben, a szenek a görbe lefelé menő ívére helyezik, és legkésőbb az évszázad közepére ez egyfajta szabad esésbe megy át. Tehát valószínűleg, hogy az a világ, amit mi így ismerünk, hogy van, és kattintok, és jön, ez az előttünk álló évtizedekben legkésőbb az évszázad közepére meg fog szűnni. De most nem beszélünk még éghajlatváltozásról. Ezek a rendszer sajátosságának, és az anyagoknak, és a nyersanyagok fogyásának és ebből eredő problémáknak a következményeiről beszélünk, aminek egyébként majd egyik következménye ugye a szennyezés és az éghajlatváltozás. De akkor itt behozhatjuk bátran az IPCC, vagyis az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének legutóbbi jelentését, illetve annak az összefoglalóját, ami hát nagyon közérthetően fogalmaz úgy, önmagához képest rendkívül meglepő módon, hogy az életünk a ma megszokotthoz képest akár a felismerhetetlenségig is megváltozhat, mire egy ma született gyermek eléri a 30. életévét. Na ez viszont csak az éghajlatváltozásról szól. Tehát ha a kettőt összefésüljük, és akkor itt lehet római klubozni, meg MIT modelleket idézni, ugye ez 72-ben készültek ezek a modellek, itt minden arra utal, hogy egy nagyon komoly fordulópontban élünk, ugye persze most egy pontban képzeljük el, de egy olyan időszakban, amire bátran mondhatom azt, hogy itt nem egy problémával kell szembenéznünk, hanem egy új korszak határán járunk. Tehát akkor a zöld rendszámos autók nem fogják megmenteni a jövőnket, és az újabb újra hasznosított anyagból készült ruhakollekciók. Nem. Egy kicsit azt érzem, hogy, és erről mondtam, hogy nem fogom kihagyni, mert ugye amikor meghallgattam az első interjúdat, így a kíváncsiság, meg nyilván a szomorú, csak kavarognak az emberben az érzelmek, de egyébként bennem volt egy ilyen, kicsit egy ilyen dű is, vagy... Az is a Kübler-Rossz-féle gyászfázisoknak a része. Na, akkor gyászfázisban voltam, vagyok, kettő között, ki tudja, mert hogy ugye... Én kicsit azt érzem, hogy itt, amit a bolygónk megmentésére alapozunk, tehát hogy amivel haszonmaximalizálás elve alapján a zöld rendszámos autók, az újrahasznosított táskák, az újabb újrahasznosított anyagból készült 186. ruhakollekció, ami egyébként kijön az adott... Az Atacama sivatagban köt ki. Pontosan, igen, köszönöm. És erről jön egyébként heti két hírlevél, hogy de ez újrahasznosított, és az óceánból kihalászott műanyagból készül is ilyen. Tehát most ezzel lehet nem leszek népszerű egyébként a nézőknél, mert nyilván tehát marketingesként nem vagyok álszent, tehát az embernek, ha ez a munkája, akkor egyébként értékesíteni, tehát vannak marketingesek, akik ezt értékesítik, és itt van a társadalomban ezeknek a termékeknek a léte, a létezése. Csak... Ezt, amikor próbálják úgy eladni nekünk, hogy ezzel megmentjük a bolygót, engem ez zavar. Amikor próbáljuk ezeket úgy a zöld rendszámos autóknál is, nekem például nagyon parázs vitáim szoktak lenni barátokkal, ismerősökkel, hogy a zöld rendszámos autók mennyire hatékonyak, és mennyire szuper, és mennyire megmentjük vele a bolygónkat, és így állok, hogy olyan problémák vannak szerintem, amivel teljesen mindegy, hogy ha az egész világ zöld rendszámosra cserélni az autóját, sem mentenénk meg a bolygót vele. És ami még nagyobb probléma nekem, vagy számomra, ezen túl, hogy a társadalmilag tényleg az ember, mondhatjuk azt, hogy gyarlók vagyunk, és a saját jólétünk, és a saját biztonságunk, és a saját fajfenntartásunk, gyarapodásunk a lényeg, hogyha mondod, hogy a 70-es évektől megy a számláló 98-tól ugye a gázkibocsátásokkal és a hiroshimai atombombával kapcsolatban, ami ugye annak felel meg, de
ha az államok, tehát biztos vagyok benne, hogy minden országnak fantasztikus kutatói vannak, és egyébként van egy vezetőség, aki tudna tenni. A klímatalálkozó, én még nem hallottam olyan klímatalálkozóról, és most lehet kijavítasz, aminek úgy igazán értelme lett volna. Tehát, hogy ez a megmutatjuk, hogy foglalkozunk vele, mert hát kell egy klímacsúcs találkozó, és itt mindenféle okos ember összejön, és nyilván itt nem a tudósokat szeretném, vagy a kutatókat ezzel, mert végzitek a munkátokat, nem veleteket szeretnélek minősíteni, csak olyan, minthogyha kongatnátok a véscsengőt, hogy ha-hó, srácok, itt vannak a kutatásaink, itt vannak az anyagok, és nem vészmadárkodni akarunk, de hogy nem tesztek semmit. Tehát, hogy gazdaságilag, politikailag, társadalmilag nem teszünk semmit. És hogy már talán itt lenne az ideje annak, hogy vészmadárkodjatok sokkal jobban, mert hogy én azt érzem, hogy ugye próbáljátok ti is nagyon szépen átadni az infókat, nagyon, úgy, hogy ne legyen egyszerre sok az embernek, ne törj át azt a falat, ami után azt mondja, az ember soha többet nem akarok hallani erről a témáról. De akik igazán tehetnének, akik mondjuk politikai, gazdasági változásokat hozhatnának be akár gyorsan, és hát már nem most kellett volna nyilván megtennie, tehát itt azért le vagyunk gondolom maradva egy 60-70-80, akár 100 évet, megmondod. Mi ennek az oka, hogy csak a haszon maximalizálás, hogy itt nem történik semmi, meg nem történt semmi? A fizikai valóság kényszerítő hatásán kívül semmi nem lesz képes arra, hogy felülírja a platformban érzékeltetett problémát és döntési mechanizmust. Semmi. Egyszerűen így működünk. És Jordan B. Peterson fogalmazta meg számomra nagyon egyértelmű módon, hogy a globális éghajlatváltozás ellenhozott akár nemzeti vagy nemzetközi szintű intézkedések sokkal hamarabb fognak érzékelhető és nagyon komoly problémákat okozni a társadalmi, gazdasági rendszereinkben, mint maga a szén-dioxid a légkörben. Nem azért, mintha ez utóbbi nem jelentene nagyon komoly problémát, csak ha valami globális vészhelyzetet jelent, akkor az milyen döntést nem indokolhat a vezetőink részéről. Mire, de én úgy gondolom, az elmúlt 2 évre szolgáltatott elég példát, hogy azért, hogy mi téged megmentsünk, tudjuk, hogy neked mi a jó, azért ezt kell tenned, mert ha nem ezt teszed, akkor a többiek ellenében mész. Tehát nehéz azt látni, hogy azok, akik döntési helyzetben vannak, azok egy-egy ilyen szituációt ne a saját hatalmuk kiterjesztésére használnának fel. És ez így van, és ez így lesz. Mennél nehezebbé válik a mindennapi élet, annál inkább, és ez minden országra igaz, az autoriter rendszerek irányába fog elmozdulni a politikai berendezkedés mindenütt. A tekintélyelvű rendszerek irányába. Nem diktatúrát mondok, de tekintélyelvű rendszerek irányába, egyszerűen azért, mert a minél nagyobb a káosz, annál inkább igénye lesz az embereknek arra, hogy rendet tapasztaljanak maguk körül, nem beszélve arról, hogyha erőforrás szűkösség lesz, akkor máshogy még adott esetben nehéz is megoldani, hogy nem sok, de valamennyi mindenkinek jusson. Amit az elején mondtál, arra a kollégám szokott felvetíteni egy csodálatos ábrát, nagyon kedvelem. A széndioxid kibocsátás, illetve a légkörben található széndioxid mennyiség száma, ez egy gyönyörűen felfelé ívelő görbe. 1992-től, ugye az volt a Riói konferencia, és ahogy megy fölfele a vonal, ilyen pöttyök vannak rajta, és mindegyik egy hatalmas, most hajrá, megoldottunk mindent, Kyoto és egyebek, olyan konferenciák, amik arra voltak hivatottak, hogy ez a görbe ez stagnáljon és elinduljon lefelé. Ez azt gondolom, hogy hát tökéletesen mutatja, hogy teljesen hatástalanok, mert nem erről szól.
Tehát a platform mellé még oda kell tenni azt is, hogy az ember egy narratív lény. Ez azt jelenti, hogy szükségünk van a mesékre. Szükségünk van, mert ha nincsen történet valami mögött, akkor nem tudunk azonosulni vele. Ha ez egy olyan történet, ami adott esetben azt teszi lehetővé, hogy ne kelljen átélnünk azt a borzasztó érzést, amit a barátaid és az ismerőseid, akik nem akarták megnézni a platformot, vagy ha megnézték, akkor azt érezték, amit. Ha az a mese arra szolgál, hogy ne kelljen ezt az érzést éreznünk, akkor azzal azonnal tudunk azonosulni. Ezért van az, hogyha egyszerű megoldást kínál valami, vegyél elektromos autót, járjál textilszatyorra vásárolni, ültessél gyorsan egy fát, akkor az mindenkinek jó. Jó a cégnek, mert nem csekély profitot termelt vele, és jó lesz nekem is, mert a lelki ismeretem megnyugodott, hát még mit tehetnék én? Hát elektromos autóval gurulok, napelem van a tetőn. Hát az asszony is biciklivel jár vásárolni, és textil zacskóba hordja az a nem műanyagba csomagolt, hanem ömlesztett élelmiszereket, hát mindent elkövettünk, nem? Egy nagyon kedves barátom mondta azt, hogy ő a BMW-vel példálózódott, hogy, vagy hozta fel példának, hogy az elektromos autókkal nyilván minden ilyen nagy cég, vagy akik ugye a környezettudatos termékeket tolják és ondják a piacra, nyilván felvették a terézanya szemléletet, és csak az a céljuk, hogy megmentsük a bolygót. Dehogy is, tehát, hogy itt a haszonmaximalizálás és a kapitalista elvek uralkodnak ebben a világban. De ahogy te mondod, ezt amúgy a marketingben is a storytellingnek mondjuk, tehát kell mögé egy történetmesélés, kell mögé egy történet, amivel az emberek tudnak azonosulni. De még nekem egyetlen tudományos kérdésem marad, aztán majd egy kicsit rátérünk arra, hogy vidámabb vizekre vezünk. Mert hát nem az a cél, hogy lejöjjenek az emberek az életről, ha megnézik ezt az anyagot. Mi a helyzet az élelmiszerválsággal? Na most az autókat már kiveséztük, meg a ruhaipart is, és nagyon sok minden más, de mi a helyzet az élelmiszerrel? Mert ha jól sejtem, akkor a Földünk, vagy jól sejtjük, akik így gondolják, nem 8 milliárd embernek az élelmezésére van felépítve és kitalálva. Hát az autókhoz talán még annyit, amit egy nagyon érdekes beszélgetésen hallottam, mondhatnám azt is mérvadó emberek szájából. Ha végig gondoljuk az autópiacot, az elmúlt évtizedekben, akkor kialakultak márkák. Tehát az a 3-4-5 nagy csoport, mert azért sok automárka egy adott csoporthoz tartozik, felosztotta egymás között a piacot. Na hát például kezdve a Volkswagen dízel botrányával, nyilván ezek alá a meglévők is stabilizálódott koncernek alá begurítottak egy-egy ilyen nagyobb bombát, és akkor ennek tetejébe jön ugye ez a fantasztikus szabályozás például az Európai Uniótól, hogy tilos lesz. Most azt hagyjuk is, hogy az elektromos autózás az milyen elképesztően környezetszennyező indirekt módon, mert hát az az elektromosság, amivel töltögetjük, az még mindig több mint 80%-ból a fosszilis energiahordozókból ered, és akkor nem beszéltünk arról az elképesztő anyagpazarlásról, ami az egyre szűkülő erőforrásokból szükséges ahhoz, hogy egy ilyen autót létrehozzunk. Lítiumból például annyi van a Földön, hogy a jelenleg meglevő autóállományt egyszer le tudjuk cserélni elektromosra, aztán az elfogy. Természetesen ilyenkor elmondják, hogy akkor majd kitalálunk másféle akkumulátort. Jó, hát ez alapjaiban a probléma irányát és menetét azért még nem oldotta meg, de elképzelhető, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az a rettenetes mennyiségű veszélyes hulladék, ami ezekből keletkezik, de ugyanilyen a napelemek kérdése, ez még mindig nincs megoldva. Tehát én ezért is kerülöm a megoldás kifejezést, de hát hol megoldás az, hogy egy problémát úgy igyekszünk kezelni, hogy nem mi, de majd akkor majd 5-10-20 év múlva ők majd megoldják. Hát ez egy érdekes megközelítés. De egyetértek, azt gondolom, hogy a mobilitásnál egy sokkal fontosabb és fajsúlyosabb probléma, igen, az élelmezés. Ugye ez az eufemisztikus kifejezés, hogy globális élelmezési válság, hát ezt már jó néhányan mondják, és mondjuk évek óta, hogy ez benne van a pakliba,
én azért itt alapvetően nagyon elkülöníteném a kettőt, tehát az, ami jelenleg fenyeget, annak az alapvető oka az ember és az közvetlenül az ember és az emberi döntések. Ugye azért nincs Észak-Afrikában kenyér, mert az oroszok nem engedik ki, ők meg nem exportálhatnak az ukránoktól, nem, mert stb. Arra, hogy mennyire törékeny a rendszer, arra nagyon jól rávilágít, de adott esetben jelenleg van. Ezért sokkal fontosabbnak tartom arról a verzióról szót ejteni, ahol majd nem lesz. Erre én úgy érzem, hogy nagyon jó példa az, hogy talán májusban volt Indiában, vagy legalábbis egyes részein 62 Celsius fok. Erre szerintem kevesen figyeltek fel, de olyan elképesztő hőség volt azon a félszigeten, ami a világ legnépesebb állama, hogy emberek iszonyatos léptékben szenvedtek és pusztultak el. Ezt a múltkor is elmondtam, mert tetszett a gondolat. Tehát szó szerint nagy darab potyogtak le az égből, olyan hőség volt, és az emberek ahol csak lehetett, a föld alá másztak, fák alá bújtak árnyékba, vagy vízbe, iszonyatos hőség volt. Az az ország, ami egyébként az egyik legnagyobb élelmiszer exportőr a világon, május közepén, én úgy emlékszem, hogy május elején vagy közepén, megszüntette a gabona kivitelt, és két héttel később a cukorexportot. Azért, mert felmerült annak lehetőség, hogy nem fogja tudni élelmezni a saját lakosságát. Márpedig ugye hát, aki éhes, az mérges, és ha minden nyolcadik ember a Földön hirtelen egyszerre lesz mérges, az nem lenne túl jó. Na most, ami valódi probléma, az az úgynevezett multiple breadbasket failure, csodálatos jó magyar kifejezéssel. Breadbasketnek azokat a gabonatermő régiókat nevezzük a Földön, amiből 4-5 van összesen, és az emberiség energia szükségletének 60%-át fedező 3 gabonát, búza, kukorica, rizs, ezekben a régiókban állítják elő, a 90%-ánál többet. Ha ezek közül, a régiók közül 2 vagy 3 egyszerre olyan időjárási szélsőségnek lesz kitéve, hogy egyszerűen elpusztul a termés, vagy akár csak nem lesz elég ahhoz, hogy exportáljanak is, mert azért kétségünk ne legyen afelől, hogy abban a pillanatban, hogy nincs, az elsődleges prioritás az adott lakosság. Ha ez egyszerre következik be, akkor az gyakorlatilag ENSZ és kifejezéssel globális élelmezési válságot, ennél egyszerűbben megfogalmazva éhínséget jelent. Tehát nem lesz elég kenyér, és nem lesz elég energia ahhoz, hogy ezt a mennyiségű lakosságot élelmiszerre ellássuk. És akkor itt nem beszéltünk még vízkrízisről, ami szerintem, ha lehet ennél, még egy sokkal nagyobb problémát jelent. Ráadásul hát erősen összefügg a mezőgazdasággal, ami egyébként az ipar mellett a legnagyobb vízfelhasználó, de arányaiban döbbenetes léptékben a legnagyobb vízfelhasználó ezen a földön. És a kérdés persze jelentős, hogy hányan vagyunk ezen a planétán emberek, de nem önmagában ez a probléma. Tehát inkább az, hogy az a 8 milliárd ember milyen életszínvonalon szeretne élni. Ha mindenki úgy szeretne élni, hogy a fejlett világban mi élünk, mert azért ezt vegyük annak, akkor nagyon kevés ember tudna eltartani ez a bolygó. Ha mindenki úgy szeretne élni, ahogy a Száhel-övezetben tengődnek az emberek, akkor lehet, hogy többet is el tudunk tartani, mint 8 milliárd. De ugyanakkor valahol érthető törekvés a fejlődő országokban is mindenki részéről, hogy törekedjenek arra, hogy minél hamarabb utolérjenek minket. Na most, hát ugye itt kerül szóba az, hogy mert bizonyos szempontból ezt is ilyen szent tehénnek szokták venni, hogy a megoldás az a nem növekedés, csak hát az nem az. Ugyanis az elhasznált energia 97%-át arra használjuk fel, hogy minden maradjon úgy, ahogy van, és annak 80%-át fosszilis energiahordozókból.
Tehát ebbe az se fér bele, hogy lebontunk valamit, hogy ne legyen, pláne nem építünk, csak minden úgy maradjon, ahogy van. Tehát ha a 97%, 80% a fosszilis, akkor az, hogy nem növekedünk, az önmagában látszik, hogy nem megoldás. Drasztikusan kellene csökkentenünk önként. Na, innen science fiction. Mert hát most lényegében az első évben hatodára kellene csökkentenünk az életszínvonalunkat, utána minden évben felezni. Ez mennyire reális? Vagy mi az elképzelhetetlen ebben az, hogy ezt itt a fejlett világban az emberek meglépik, vagy azt mondjuk majd Fekete-Afrikában, hogy mi megértjük, hogy ti szeretnétek, de ez máshol is nem lehetséges, mert hát gondolni kell a Földre is. Na, vajon ez mennyire üti majd szíven őket? De az élelmiszerre visszatérve, hát a helyzet az, hogy a globális élelmiszertartalékaink azok nagyon rövid időre elegendők. Ez mennyi az a rövid idő? Ez megint csak science fiction kategória, de ha egyenletesen lennének elosztva, akkor 103 napra elegendők. Ha azt hittem 103 évet mondasz, és így kezdtem megnyugodni. 103 napra. Ha, és ez FAO adat, tehát döntsük el, hogy vagy hiszünk az ENSZ-nek, vagy nem, de hát ha nekik sem, akkor kinek. Ha megennénk a haszonállatoknak szánt élelmiszertartalékokat is, akkor a napok száma 247. De itt nagyon nagy jelentősége van annak, hogy ezek nincsenek egyáltalán elosztva. És ahogy egyre kevesebb lesz mindenből, ugye egyre kevésbé lesznek ezek az erőforrások is egyenletesen elosztva. Pont ez lesz majd egyébként az úgynevezett erőforrás háborúknak a kiváltó oka. Hogy azoknak, akiknek kevesebb van, és mondjuk fizikailag meg tudják tenni, hogy elvegyék másoktól, azok ezt meg is fogják próbálni. Mindegy, hogy vízről, az lesz az egyik legeklatása, vízről, az már ma is zajlik. Élelmiszerről beszélünk, vagy bármilyen más nyersanyagforrásról. Mert ez, ami jelenleg zajlik, ez még nem igazán tipikusan erőforrásháború. Nagyon nagy jelentősége van annak, mert Ukrajna mind mezőgazdaság, mind ipar, mind nyersanyag szempontjából egy nagyon fontos terület. De azért itt komolyan estek latba politikai, kulturális politikai, meg hatalompolitikai, geopolitikai kérdések. De amikor már konkrétan arról lesz szó, hogy azért kell menni, hogy elvegyük tőlük, hogy nekik legyen rosszabb, ne nekünk, ott még a jelenlegnél is csekélyebb esélye lesz annak, hogy valamilyen tárgyalásos megoldást találjunk. De kicsit előre szaladtam. És a víznél az erőforrás, nem tudom elengedni, bocs, ezt így elmondtad, a víznél az erőforrás háborúk azok hol zajlanak? Tehát az egész világon tapasztalható, vagy vannak csak kifejezetten most? Az ENSZ-nek szintén van egy, majd egyszer talán földolgozzuk, van egy táblázata, sőt van egy honlap, amin a víz alapú konfliktusokat gyűjtik, de azt hiszem több száz évre visszamenőleg, és ezek láthatóan szaporodnak. Hát nyilván elsősorban a fejlődő országokban, Fekete-Afrikában, Ázsia egyes részein jelentősek ezek. De hát ha megnézzük, hogy például a Mekongot Kína rommá szórja gátakkal, és egyszerűen ahogy fogy a víz, úgy egyre kevesebbet engednek le. Vagyis a folyó alsóbb szakaszain a deltához közelebb, ugye Indokína, oda egyre kevesebb jut. És azért kétségünk ne legyen, hogy hát élelem nélkül sem vidám az élet, de víz nélkül az ember konkrétan megbolondul, ami nem egy szerencsés dolog. És hát bármennyire is ez a fő szlogen, bár kezd kibújni a szivazságból, de Magyarország sem víz nagy hatalom. A helyzet az, hogy ami a felszín alatti vizeinket illeti, tehát konkrétan termálvizeket, az valóban
abban a tekintetben jól állunk. Csak hát azok alapvetően nem fogyasztásra, vagy mezőgazdasági felhasználásra való vizek, egyszerűen a különböző ásványanyag tartalmuk miatt. De azt látni kell, hogy a víz az egy nagyon neuralgikus pont, hívjuk így, kék bolygón. Hát a kék bolygónak 71%-a ugye a felszínének víz. De ez egy olyan vékonyka, a gömbhöz mérten egy vékonyka réteg, hogyha egy ilyen gymballnak mondják, ugye ez a labda, amin ülni, meg burulgatni szoktad, egy 2 méter átmérőjű ilyen gömböt elképzelünk, ami nem kicsi, akkor a földön levő összes víz elférne egy 2 decis pohárban, egy 2 méteres labdán, az összes. Az összes édesvíz pedig elférne egy gyűszűben. Na most azt tudni kell, hogy az édesvíznek a java része az fagyott állapotban található a bolygón, tehát nem hozzáférhető. Ezen túl is még rengeteg olyan édesvíz található, ami nem fagyott állapotban van, ami a légkörben van, ami abszolvált állapotban van a talajban. Tehát elképesztően köbkilométerekben meg lehet adni azt a mennyiséget, hogy mennyi az, amennyi hozzáférhető víz. Ez nem felszín alatti vizeket használunk, hanem felszíni vizekből itatjuk az embereket, meg látjuk el a mezőgazdaságot, ipart. Ez a legtöbb esetben nem azt jelenti, hogy közvetlenül a folyóból szívjuk le, de hát nézzük meg, hogy hol vannak ezek a úgynevezett csápok. A Szentendrei, meg a Csepel-sziget partján, a folyóparton, a szárazföldön, de a folyóparton. Tehát ami a kavics rétegen átszűrődik, azt emelik ki, és azt használjuk. Ebből ered szinte minden vízünk. Ezek drasztikusan fogynak, és a minőségük is romlik. Lesz ezzel probléma egyébként még a paksi erőmű kapcsán is, hiszen a hűtő víz az, ami egy rendkívül fontos funkciót tölt be, de mi van, ha nincs, mert alig van Dunában víz, és mi van, hogyha löty meleg, akkor hogyan hűt. De ebben most nem menjünk bele. Ne terheljük Pakssal, szerintem igen. Nem, semmi esetre sem. De ezt Jem Bendel és sokan mások felhívták a problémát, hogy világszinten problémát fog okozni idővel a nem kontrollált atomerőművi leállások kérdése. De maradjunk a víznél. Tehát Magyarország ilyen szempontból nagyon rossz helyzetben van, mert úgy alakult a történelmünk, ahogy, és ezért több mint 97%-a a felszíni vizeinknek határunkon kívül ered, és oda folyik. És sajnos úgy lett kialakítva a rendszer, akkor jónak tűnt, ugye a 19. század folyamán a folyószabályozásokkal, gátokkal, lecsapolásokkal, hogy nem tartunk meg szinte semmit ezekből a vizekből. És a probléma az, hogy nem összességében a csapadék mennyisége fog megváltozni a Kárpát-medencében, hanem az eloszlása. Vagyis nagyon hosszú, de hát ezt nem kell jövő időben mondanom, nagyon hosszú aszályos időszakok lesznek, utána hirtelen leesik 3 hónapnyi csapadék. Azt lesz bőle árvíz, meg minden egyéb, amit el tudunk képzelni. De ha nem leszünk képesek megtartani azt a vizet, akkor ez ki is folyik az országból. Úgyhogy hát a helyzet az, hogy víz kapcsán sem állunk azért annyira jól Magyarországon, mint ahogy ezt elképzeljük. Márpedig ez nem a puszta létünkhöz, hanem a mezőgazdasági középhatalom státuszunkhoz is szükséges. Egyszerűen arról van szó, hogy ha a mezőgazdasági középhatalmi státuszunkat szeretnénk megtartani, mert hát ugye a Kárpát-medence legalábbis a mi elképzeléseink szerint sokáig Európa éléstára volt, de valóban a Nagyalföld az egy nagyon komoly lehetőség. Az öntözés nélkül nem fog menni, és maga az öntözéses mezőgazdálkodás is zsákutca. De az ehhez szükséges infrastruktúra sincs kiépítve még, javarészt. Kérdés, hogy mennyire lesz rá energia, pénz, meg idő. De nemrég jelent meg, és mindenhol üdvözlik az Agrártárca honlapján, hogy legalábbis olyan típusú vízmegtartó tevékenységekre lehet pályázni, ami
pont azt szolgálja, hogy a hagyományosabb rendszerekhez nyúljunk vissza, ugye ez a táj vagy fok gazdálkodás, ahol a természettel együtt élve próbálják kialakítani ezeket a dolgokat, csak hát ugye az az ígért, talán 10-11 árvíz tározó a Tiszán, ami évtizedek óta készül, annak is talán a fele készült el, és azok is úgy, hogy bár a szakemberek beleépítettek mindent, hogyha majd megváltozik a szabályozás, át tudják alakítani, de nem úgy működnek, hogy adott esetben, ha megtelnek, akkor meg is tartsuk azt a vizet. Tehát jelen állapot szerint, ha árvíz után ezek a tározók megtelnek, akkor miután nem, hogy az árvíz, vissza kell engedni a vizet. Egyszerűen azért, mert olyan területeket használnak, amin egyébként mezőgazdasági művelés folyik, és hát ez nagyon-nagyon komoly érdekeket sért, hogy adott esetben ott felhagyjanak ezzel a tevékenységgel, vagy bizonyos területeken adott esetben mondjuk embereket költöztessenek ki, mert ott inkább vizet kellene tárolni. Tehát az emberek világában olyan érdekhálók működnek, amiket egyszerűen nem lehet a józanész meg a jó szándék mentén szétvágni. Nem lehet. Nem hagyja maga a rendszer, és nem hagyja a platform. Úgyhogy ezt így nehéz lesz, de ennek ellenére mindent el kell követnünk azért, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat kihozzuk ebből a helyzetből. És különösen igaz ez, erről talán majd néhány gondolatot elmondunk, ha lehet a fiatalokkal kapcsolatos megközelítése. Ez egy borzasztóan nehéz téma. Mert hát ugye azt nagyon jól el lehet nekik adni, hogy jaj, baj van a klímával, tüntessetek, mondjassátok le a politikusokat, járjatok textil zacskóval, meg elektromos biciklivel. De amikor ezt kell elmondani, hogy gyerekek, itt jó eséllyel, ha szerencsések vagytok, felnőttök és megöregedtek, akkor az már nem egy olyan világ lesz, amiben gyerekek voltatok, vagy a szüleitek, nagyszüleik éltek. Ezt elmondani, én Balaton, Almádiban voltam nemrég egy konferencián, ahol kifejezetten középiskolások meg egyetemisták voltak. Sokkal nehezebb, mint azt én gondoltam, pedig egy percig nem gondoltam, hogy könnyű. Ezzel együtt is ez nem egy megkerülhető feladat. Éppen ezért a Cassandra programnak az egyik fő célkitűzése, hogy ezt az üzenetet minden korosztálynak a maga szintjén és a megfelelő módon, de eljuttatni hozzájuk. Mert ha ezt nem tesszük meg, és nem készítjük fel erre őket, legalább mentálisan, akkor elvesszük tőlük annak a lehetőségét, hogy megváltozott körülmények között is élhető életet éljenek a lehetőségekhez mérten. És ha így teszünk, már pedig ritkán mondom ezt, de úgy érzem, az bűn. Tehát annak tudatában, hogy mi ezt látjuk közeledni, nem követünk el mindent az utódainkért, az számomra nem elfogadható. Most már ugye belekanyarodtál, és nagyon jól tetted, hogy belekanyarodtál. Beszéljünk egy picit arról, ugye a Cassandra programot említetted. Ha valaki az interjú hatására is, és nagyon bízom benne, hogy lesz ilyen, hiszen nekem ez volt a célom vele, azt mondja, hogy igen, én utána szeretnék járni, én szeretnék lehetőségeimhez mérten változni, változtatni. Nyilván itt miután azért átmegy a gyász folyamatain is akár, milyen lehetőségei vannak részletekről, tehát te hogyan tudsz segíteni, milyen platformokon keresztül? Azt nem tudom megspórolni senkinek, hogy ne kelljen rá időt, energiát és figyelmet fordítani, mert enélkül nem megy. De ha valakiben kialakul a hallottak alapján az igény, hogy saját maga utána járjon, akkor arra már jelenleg is, és a közeljövőben még inkább igyekszünk lehetőséget, meg felületet biztosítani. Talán a kezdetnek az egyik legkézenfekvőbb a Betyáros Világ nevezetű szemléletformáló podcastunk, amiben az összefüggéseket, megértését igyekszünk segíteni.
hogy az, aki veszi a bátorságot, az időt, a fáradtságot, hogy mindegyiket végighallgassa, remélem lesz folytatás hamarosan, akkor egy picit jobban összeálljon neki a kép, hogy miről is van itt szó, és milyen irányba tartunk. Ezzel együtt is a mély alkalmazkodás alapjain létrejövő Cassandra programnak az egyik legfontosabb feladata a szemléletformálás. És a korábban elmondott okok miatt, nevezetesen, hogy a lakosság közel 60%-a nem ír, olvas, beszél más nyelven, mint a magyar, ezért a missziónk egyik fő célja az, hogy minél több anyagot, hanganyagot, írott szöveget, videót lefordítsunk, és ezáltal elérhetővé tegyünk az embereknek. Én bízom benne, hogy ez ebben a funkcióban szeptembertől már elérhetővé válik. Ezt tartom az első lépésnek. Aki tenni szeretne valamit, az első lépésben tájékozódjon. Mert ha ezt nem teszi meg, akkor a legjobb szándékai ellenére is drasztikusan ronthat az egyébként is elég gyalázatos helyzetem. Viszont ha ezen túl van, vagy legalábbis eléggé belemerült, akkor bizony előfordulhat, hogy ennek a feldolgozása az mentálisan nagyon megterhelő. Egyszerűen szóval depressziós állapotot válthat ki. Ez természetes. Ebben igyekszik támogatást nyújtani a mély alkalmazkodás, mert bár ennek van külső és belső felkészülés dimenziója, de a belső van a hangsúly, hiszen ez, ami olyan lehetőség, ami mindenkinek rendelkezésére áll. Foglalkozni a kérdéssel, feldolgozni az információt, elfogadni a változást. A mélyalkalmazkodás.hu honlapon nagyon sok információt szerezhetnek az emberek, de ahol mondhatnám azt is, hogy virágzik az élet, az a Deep Adaptation Hungary készül és alkalmazkodj Facebook csoport, ahol hát most már lassan 13 ezeren vagyunk, igen, és itt nagy lendülettel tud gyarapodni a társaság. Ilyenkor ugye az úgynevezett leveling, tehát hogy az embereket azonos szintre hozzuk, az mindig sok energiát igényel. Mert itt nem megoldásokat vitatunk meg hogy legyen tanyád, meg hogy akkor esetleg hülyesége ez a dolog, vagy nem. Ez a hely azoknak szól, akik eljutottak arra a pontra, hogy elfogadták ezeket a változásokat, és pontosan, amit az előbb említettem, hogy ezzel a belső nehézséggel igyekeznek megküzdeni. Egy olyan biztonságos helyet igyekszik nyújtani az embereknek, ahol erről őszintén, nyitottan lehet beszélni, ahol meg tudják osztani a gondolataikat, a kétségeiket, a kérdéseiket ezzel kapcsolatban. A kolléganőm, aki egyébként gyászkísérő, ő nagyon sokat tud segíteni ezzel kapcsolatban az embereknek, hogy eljussanak hát a szembesülés és az azzal kapcsolatos megterhelő érzések pontjától egészen odáig, amikor gyakorlatilag a helyükre kerülnek önmagukon belül, és megbékélnek ezzel az egész helyzettel. Viszont ha valaki eljut ide, akkor újra belép majd a Cassandra program, attól függően, hogy az illető milyen minőségben van jelen. Egyén, közösség vagy szervezet, hiszen minden három szinten a felkészülés és az alkalmazkodás elengedhetetlen fontosságú, de egy kicsit mindegyik más a többihez képest, viszont nem megkerülhető. Tehát úgy a közösségek, vagy a szervezetek szintjén is alkalmazkodnunk kell majd a változásokhoz, és működőképesen tartani a rendszert, amiben élünk. Azt gondolom, nem kell nagyon igazolgatnom, hogy ez létérdekünk. Mindemellett pedig ahányfélék, tehát annyian vagyunk, ahányfélék, van, akit inkább a külső alkalmazkodás, van, akit inkább a belső alkalmazkodás vagy felkészülés érdekel. Tehát egyfajta étlapot próbálunk majd ajánlani azoknak az embereknek, akik ugye már
a dolog mély alkalmazkodás részéből kibocsátatnak, mert feldolgozták ezt a dolgot, ahogyan továbbra igyekszünk választ adni, attól függően, hogy az illető milyen minőségben van jelen, illetve milyen irány érdekli, mert nem kell új dolgokat feltalálnunk, tehát az átalakuló közösségektől a permakultúrán át, a sokkal gyakorlatilasabb prepper megközelítések, minden jelen van már. Ezeket igyekszünk majd rendszerbe szedni. Illetve nagyon sokan látják a kiutat abban, részben jogosan, hogy szeretnének eltávolodni a városoktól, egy vidéki életformát, egy falusi, tanyasi életformát folytatni. Ez azért egy kicsit bonyolultabb annál, mint hogy már hónapra váltunk, és éppen az lenne a célunk, hogy átmeneti jelleggel úgy a kis megszokott karosszékünk kényelméből lehetővé tegyük, hogy az emberek kis befektetéssel, kis kockázattal kipróbálhassák ezeket. Tehát összehozni azokat, akik már ebben élnek, azokkal, akik ezt szeretnék megtenni, és néhány nap, egy-két hét ideje alatt kipróbálhassák adott esetben a földművelést is, hogy ez mennyire egy kemény dolog is. És ha valaki érdemesnek találtatik, akkor adott esetben mondjuk ahelyett, hogy venne egy hektárt, kibérelhet egy gazdától egy hektárt egy évre, és akkor ott megmutathatja, mit tud. De valójában ebben a folyamatban, ami a szemléletformálással kezdődik, a végstádium, ameddig szeretnénk elkísérni az embereket, az az, hogy egy olyan közösségi hálót szeretnénk létrehozni, aminek az alapjai már egyébként a Facebookon is megtalálhatók, mert van egy Deep Adaptation Hungary fórum, hol élsz és mi foglalkoztat. Egy olyan alternatív közösségi médiát igyekszünk létrehozni, ahol az emberek mind tematikusan, mind földrajzilag ismerkedhetnek és találkozhatnak egymással és szerveződhetnek, mert úgy gondoljuk, hogy az áttörést nem az hozhatja meg, nem gondolom, hogy bármi fogja, de nem az hozhatja meg, hogyha mi már váltottunk két e-mailt, és akkor leköltözünk egy tanyára, mert az jóséjjel nem fog működni, hanem ha a valóság talaján állunk, akkor abból kell kiindulni, ami van, és az a szomszédság. Ezért mindkét honlapon elérhető egy 100 kérdéses reziliancia teszt, ami az ember lemérheti, hogy kívülbelül hogy áll a felkészüléssel, és az egyfajta útmutató szolgál ebben a folyamatban. De ennek az első kérdése, hogy hívják a szomszédodat. Mert az emberek döntő többsége még a nevét sem tudja a szomszédjának, így pedig nehéz lesz érdemben bármit is tenni. És tehát ez egy olyan alternatív közösségi, online közösségi felület lenne, ahol az emberek Budapesten a kerületek, Magyarországon pedig a járások szintjéig lebontva megtalálhatják egymást, és bemutatkozhatnak egymásnak, hiszen az lenne a lényeg, hogy egymással eljünk mi, akik hasonlóan gondolkodunk, és ott élünk egymás mellett. De mindezeken túl lesz, benne határon túl, sőt, diaszpora kategória is, hiszen nagyon sokan élnek határainkon kívül. De az alapvető célja ennek az online felületnek az lesz, hogy ellent mondjon önmagának, hogy kiemelje az embereket az online világból, és valódi fizikai kapcsolatokat tudjon létrehozni. A már említett Facebookon található Deep Adaptation Hungary Fórum működik is ilyen szempontból. Nagyon sok helyen így járási szinten találkozókat szerveznek az ott levő emberek, akik eljutottak erre a szintre, és szeretnének beszélgetni. És én számomra mindig egy nagyszerű élmény, ha meghívnak, és ott lehetek, és együtt beszélgethetünk, mert hát ez lehet majd az alapja a dolognak, mert a legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy a mentális felkészülésen túl, hogy az emberi kapcsolatainkat revitalizáljuk. Élettel, tartalommal, szeretettel töltsük meg, mert el fog jönni az idő, amikor semmi másunk nem marad. És hogy akkor kire számíthatunk, hát az kulcsfontosságú lesz.
Ezeket a linkeket be fogjuk tenni ugye a videó alá, hogy elérhessék az emberek, akik szeretnének tájékozódni, változtatni. Nyilván itt az emberi kapcsolatoknak a megőrzése, a vigyázása és a revitalizálás talán, ami az embernek ugye mostani rohanó világban azt gondolom a legnehezebb, hiszen ezt át kell gondolni, és ezért valóban tenni kell. Sokkal könnyebb valamire időt szánni és tájékozódni és beleásni magunkat, mint az emberi kapcsolatainkra nagyon-nagyon vigyázni, szerintem, mert erre a mostani világ nem kondicionál minket talán, de minden linket be fogunk tenni. Én nagyon köszönöm, hogy ennyire részletesen és ennyire őszintén, és nagyon sok olyan kérdésre is válaszoltál egyébként, vagy feltehettem, ami más interjúban nem hangzott el, és egy picit téged is közelebb tudtalak hozni az emberekhez, mert ugye nekem azért ez is célom volt, hiszen te vagy az egész mögött, illetve a kutatótársaid még gondolom a Kasszandrában, a podcastekben ott vannak, és találkozhatnak velük is akár, de nekem célom volt az, hogy téged is egy picit közelebb hozni az emberekhez. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy a jövőben, ha talán nem is nagyon boldogabb és jobb hírekkel, de tudunk még beszélgetni erről a témáról. Úgy legyen, én köszönöm a figyelmet és a lehetőséget. Köszönöm.